Ranc Károly, a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnöke elmondta, sosem volt könnyű dolguk a szórványban. Az egyesület 70 éves fennmaradása az ott élő magyarok kemény munkájának, kitartásának köszönhető. Kevesen vagyunk, nagyon kevesen. Szórványban vagyunk, és a szórványnak a szórványán, úgyhogy küszködünk a mindennapi kenyerünkkel. Úgy vagyunk, hogy mondjuk egy 30-40-en összesen tartjuk ezt, akik kártyázunk, akik olvasunk is, akik táncolunk is, énekelünk is, és de hát vagyunk. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület emlékplakettel tüntette ki Balassa Julianna nyugalmazott tanárt és Erdei Ernő művelődést szervezőt, költőt, nyugalmazott erdészmérnököt, az egyesületben kifejtett több évtizedes munkájukért. Az ünnepi műsorban felléptek a környező falvak művelődési egyesületei is. A hertelendi falvi gyerekek produkciója és szavai arról tanúskodnak, hogy a szórvány magyarságnak van jövőképe Dél-Bánátban. Tudatosan őrzik nyelvüket és kultúrájukat. Szeretjük az anyanyelvünket, akár Szerbiában élünk, akár mindenhol máshol, de én szerintem fontosnak tartom, hogy azért magyar gyerek akkor tudja a szokásokat. Hatan vagyunk az osztályba, és mi vagyunk a második, nem, igen, a második, másodikok, akik elsőtől nyolcadik osztályba járt magyarról. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár levélben köszöntötte a Pancsovai Magyar Egyesületet 70 éves fennállása alkalmából. A Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Jaraszani Kó, a végrehajtó bizottság elnöke, a Vajdasági Magyar Művelődés Szövetség nevében pedig Dudás Károly méltatta a Pancsovai Magyar Művelődési Egyesület munkásságát. Fontos, hogy ezek az emberek, akik a Petőfi Sándor Egyesület tagjai, továbbadják mindazt a hagyományt, a kultúrát, a magyar nyelvet a fiataloknak, a jövő nemzedékének is, akik tovább tudják értetni majd itt a szórvány településen, a szórvány végeken a magyarságot, a magyar nyelvet. És a Magyar Nemzeti Tanács minden tekintetben támogatja az ilyen egyesületeket a szórvány végeken is. Időnként csatát is vesztett a délbánáti magyarság, mint például a gimnázium esetében, de a háborút azt megnyerte, én most már ebben biztos vagyok, hiszen meg fogja ünnepelni a Petőfi, és meg fogja a 80-at, 90-edik, 100-adik évfordulót is. A legutóbbi népszámlálási adatok szerint Pancsova községben 3400 magyar él, ebből 1700 hertelendi falván. A helyiek szerint az elmúlt években innen is sokan távoztak külföldre, de az itt maradtak számára továbbra is fontos nyelvük és kultúrájuk megőrzése, ápolása.